A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, immár második alkalommal polgármester asszonyt köszönthetek a stúdióban, Andrássy Zoltánné, Marian Varsád első embere. Kedves Marian, mióta látja el ezt a tisztséget? A 2002-es önkormányzati választásokon választott meg a település polgármesterjének. Hogy jött az ötlet, bár ez nem hiszem, hogy ide a legjobb szó, de mikor határozta el, hogy bizony erősnek érzi magát ahhoz, hogy igazgassa a települést? Hát igazából lakossági felkérésre indultam, mint polgármester. Előtte 4 évig, mint képviselő dolgoztam a településen, és ott is dolgoztam, mint teleházkönyvtáros. Ez annyira érdekel engem, ezt többen elmondták, hogy lakossági felkérésre. Az ilyet hogy kell elképzelni? Hogy történik egy ilyen lakossági felkérés? Úgyhogy közeledett a választás, és többen megkerestek, hogy úgy érzik, hogy alkalmas lennék rá. Addig is elég sokat tettem a településért, és hogy próbáljam meg, mert ők bíznak bennem. Például így bementek önhöz a teleházba, és akkor így fűtötték már, elnézést, nem tudok jobb igen, szót most így is lehet mondani. Igen? Varsád felé mióta elkötelezett? Én varsádi születésű vagyok. 6 év, amit nem töltöttem Varsádon, addig anyosoméknál laktunk, de ide építettünk Varsádra, és amikor kész lett a ház, akkor vissza is költöztünk. Valaki ugye, aki fiatal, a lehetőségek kapujába áll, nem mindig azt az utat választja, hogy úgymond egy faluban telepszik le, hanem elmegy, világot lát, vagy éppen a nagyobb városoktól reméli a lehetőséget. Soha nem fordult meg a fejébe, vagy a tanulmányok folyamán sem érezte azt, hogy esetleg máshol több a bérteremhet? Nem, mert a párommal együtt mind a ketten falusiak vagyunk, ő kölesdi egyébként, és hát a családalapításkor is úgy indultunk, hogy mindenképpen falun szeretnénk letelepedni, gazdálkodtunk, akkor még jelenleg is gazdálkodunk, és hát ez falun vannak ehhez adottságok. Beszéljünk egy kicsit a polgármesterség kapcsán a családról. Mit szóltak ők, amikor előállt azzal, hogy hát innentől kezdve lehet, hogy kevesebb időt töltök majd a konyhába, mert bizony a hivatalba kell helytállnom? Ők is biztattak, mert hisz előtte is elég sokat dolgoztam a faluba, a 8 órás munkaidő az általában többre sikerült mindig. És azért igyekszem most is helytállni otthon, úgyhogy a konyhába ugyanúgy kiveszem a részemet minden nap. Talán most már a lányok is önállóbbak, 2 kislányom van, egy 13 és egy 10 éves. A kicsi az inkább még igényli, ő többször megjegyzi, hogy kicsit előbb is hazamehettem volna esetleg hozzá, de ők is biztattak, és maximálisan mellettem állnak a mai napig is. És lehet azt mondani, hogy büszkék is, hogy anya a polgármester? Erről talán őket kéne megkérdezni. Micsoda diplomatikus választ. Varsádot ismerjük meg egy picit. Milyen ez a település, amit ön igazgat? Hát Varsád egy hegyháti település, 455 lakossal. Közigazgatásilag gyönkörjegyzőséghez tartozunk, helyben csak a polgármesterén és a hivatal segéd dolgozunk, körjegyzéseket a gyönki hivatal látja el. Intézményünk az óvoda, amink még megvan, és ahhoz ragaszkodunk is, amennyire csak tudunk, sőt, most fejleszteni is szeretnénk, mivel nagy örömömre egyre több fiatal költözik Varsádra, és a gyerekek születési száma is. Na, az utolsó egy-két évben így van, nő. Van egy könyvtár teleházunk, ami most már Magyarország pontként is működik, sőt a posta fix pontot is ugyanitt egy épületben működtetjük, mivel minket is érintett ez a posta hivatalok bezárása, ezért mobil posta van, viszont az önkormányzat, hogy ne zárjuk el a lehetőséget a lakosoktól, fölvállalt, hogy működteti a fix pontot, ami azt jelenti, hogy amennyiben a mobil posta kocsit nem éri valaki ott, de délelőtt folyamán még lehet pénzt feladni és levelet is feladni.
No hát, amikor itt a kollégákat faggattam ön előtt, akkor volt már olyan kollega, amikor feltettem a kérdést, hogy egy kicsit a település helyzetéről, lehetőségeiről beszéljünk, akkor azt mondta, hogy legszívesebben ezt a választ kikerülné, mert nem akarja már a panaszáradatot tovább bővíteni, de önnél egy kicsit, mint hogyha teljesen mást éreznék. Hát panaszkodni én is tudnék, szóval nem azt mondom, hogy nagyon rózsás a település helyzete, de én előre szeretnék inkább nézni. Szóval én bízom abban, hogy a lakosság segítségével, meg a mi tudásunkat beleadva lehet fejleszteni egy települést. Mit tart a legfontosabbnak? A legfontosabbnak az összefogás. Szóval mindenképpen érezzék a lakosok, hogy ő értük van, amit teszünk, az ő érdekükbe, az ő megkérdezésükkel. Szóval a lakosság megkérdezése nélkül nem csinálunk semmit, mert nem magunknak fejlesztünk a faluba, hanem tényleg a lakosoknak. Vannak civil szervezeteink, egy ifjúsági klubunk, meg egy nyugdíjas érdekszervezetünk is. Mivel fontos a fiataloknak a helyben tartása is, és fontos az idősekkel való törődés is, mert volt egy időszak ezelőtt 2-3 évvel, amikor bizony olyan tendenciát mutatott a település, hogy előregedő. Egy nagyon kevés gyermek született, a fiatalok elmentek, és 98-ban alakítottuk ezt az ifjúsági klubot, akik azóta nagyon aktívak, és az ő révükön jött létre a teleház is, gyakorlatilag azóta a kulturális élet is fellendült, mert vannak kultúrcsoportjaink, magyar-német tánccsoportunk van. Segítettek a játszótér építésébe, amit pályázaton nyertünk, nagyon aktívak. Mi az, ami az oka lehet annak, amit mondott, hogy ez a tendencia, hogy a település előregedő, és bizony mostanság egyre több fiatal jön oda lakni, ami ezt okozza, ami miatt megváltozott az, hogy inkább úgymond az előregedés várt volna a falura? Azért, mert munkahelyek sajnos nem igen találhatók a környéken. Szekszárd, ami potenciálisan munkahelyteremtő, ide járnak néhányan be, de sajnos a 30 kilométeren kívül esünk, és a vállalatok a bérletet 30 kilométerig szeretik finanszírozni, a fölött már nem szívesen. Ami most, hogy több fiatal beköltözött, az annak köszönhető, hogy viszonylag olcsók az ingatlanok. Mondjuk az állaguk is sajnos olyan, de felújításra szorulnak, és lakhatóvá tehetők, és a fiatalok élnek is vele, akik ingatlant vásároltak. Munkahelyek jelenleg sincsenek, mi igazából a megtartó erőt a programok szervezésébe, az ilyen közösségszervező programokba látjuk, hogy a gyerekeknek is programot, a fiataloknak is, az időseknek is programot szervezünk. De ez ezek szerint hat? Igen. Erős egy közösség, a varsádi? Még van rajta mit formálni, de én úgy érzem, hogy egy nagyon jó kis közösség. Mondjuk talán mindig könnyebb helyzetben van az, ahol kisebb a létszám, sokkal egyszerűbb kevesebb embert összefogni. Most egy kicsit önnél maradva, önről beszélgetve, ugye mondta a beszélgetés elején, hogy bizony kiveszi a részét az otthoni teendőkből azt, hogy valaki polgármester nem menti fel a háziasszonyi teendők alól. Hogyan képzeljük el egy napját általában? Hogy néz ki a polgármester édesanyja napja? Hát reggel ugye 6 órakor kelek, iskola időszakban lányokat ébresztem, iskolába indítom, csomagolok nekik 10 órait. 7:30-ra megyek a hivatalba, 7:30-tól ott vagyok egész nap, amennyiben ugye nem kell hivatalos ügyben elutazni valamerre. 4:00-5 körül, ha nem jön közbe valami plusz elfoglaltság, természetesen hazamegyek, vacsorát főzök és a házi asszonyi teendőket ellátom. Szépen be van osztva. Így van. Össze lehet hozni. Mindent lehet, csak akarni kell. Mennyire jut ideje önmagára, a családra? Nagyon sok kollégája, megint csak az ő véleményükre tudok utalni, mondták, hogy hát azt bizony nem tudják megmondani, hogy mikor van olyan, amikor a polgármesterséget le lehet tenni, ez szinte minimális, sőt volt, aki azt mondta, hogy soha. Ön ezt hogy tudja megoldani? Én is így látom, szerintem egy polgármester az egy 24 órás elfoglaltság, de
Egy ilyen kis településen úgy érzem, hogy egyeztetni lehet ezt. Mindenki ismer engem, én is mindenkit ismerek a településen. Tudják, a problémáik van, bármikor jöhetnek hozzám, lehetőségeimhez képest segítek. De úgy érzem, azért tolerálják is, hogy családom van nekem is. Szóval csak olyan ügyekkel jönnek munkaidő után, ami tényleg fontos és halaszthatatlan. Azt soha nem érezte hátránynak, hogy ön hölgy, és nem pedig egy erős férfi ember? Eddig még nem. Nem? Kollégákkal milyen a viszony mindig? Én úgy sokan érzem. Így elmondják, hogy olyan érdekes, hogy nagyon összetartóak a polgármesterek, és tényleg úgy igyekszenek, legalábbis akikkel én találkoztam, azok úgy egymást támogatni és segíteni, az volt a benyomásom. Igen, én is úgy érzem, hogy elfogadtak, mint nőt, bár előtte is ismertek, mert több fórumon én is részt vettem, és segítenek, támogatnak, sőt, kikérik a véleményemet adott esetben. Úgy érzem, ott a hegyháti települések polgármesterei tényleg nagyon összetartóak vagyunk, úgyhogy... Ez is egy fontos állomás, hiszen azt is tudjuk, hogy ez nem mindig volt így. Azért korábban meg kellett azért ezért küzdeni, hogy felismerjék egyesek, hogy bizonyos érdekek mondjuk egy pályázatnál azt kívánják, hogy összefogjanak. Igen, és talán pontosan a pályázatok hoztak minket össze. Főképpen, mert ugye a legtöbb pályázat akkor nyerő, hogyha több település közösen pályázik, és én úgy érzem, hogy a helyzetünk is hasonló itt a hegyháti településeken, úgyhogy mindannyian ugyanabba a cipőbe járunk. És ugyanazt akarják. Így van. Mennyire lehet könnyen megbirkózni a gondokkal, bajokkal, mennyire tudják könnyen venni az akadályokat. Itt ugye már utaltunk arra, hogy ön egy pozitív szemléletet val, és igyekszik nem keseregni, de mégis azért gondolom, hogy akad bőven az, amivel foglalkozni kell. Így van, hát fejleszteni való mindig is lesz egy településen. Én úgy érzem, egy település olyan, mint egy családi ház, soha nem készül el, mindig van rajta, amit szépíteni, javítani, fejleszteni. Ugyanígy Varsádon is természetesen nagy feladatok állnak előttünk, ilyen például a szennyvíz, ami egy óriási beruházás lesz szerintem a településen, és aminek most keressük a megoldásait. Ezen belül, amit csak lehet, próbálunk megoldani, természetesen akadályok mi előttünk is vannak, legfőképpen az anyagi források, amik legnagyobb problémát okozzák, hisz a pályázatok az önerő mindenképpen szükséges, és általában forintban kell ezt felmutatni. Igyekszünk a költségvetést úgy alakítani, hogy a pályázati önerőkhöz mindig rendelkezésre álljon a szükséges forrás. Úgyhogy próbáljuk az akadályokat leküzdeni. Jó csapat a képviselőtestület? Igen, úgy érzem, bár nőuralom van a testületben, két férfi tagunk van, de jó. Segítők mindig ötleteket hoznak. Úgyhogy. Ugye utaltunk már többször a közösségi életre, mik Varsádnak a nagy-nagy rendezvényei, mi az, amit a már említett klubok esetleg sosem mulasztanak el. Gondolhatunk itt ugye a közelgő augusztus 20-ára is, az ilyen állami ünnepek, vagy éppen az egyéb más események mennyire hozhatnak látogatottságot Varsádnak. Hagyományos rendezvényeink a falunapok, amit most az idei évben már harmadszor rendeztünk meg. Ez június második hetére esett az idén. Hagyományos rendezvényünk még a szüreti napok megrendezése, ami idén is harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Az első alkalomhoz képest 20 évvel volt utoljára ilyen rendezvény a településen, és gondoltuk, felélesszük újra ezt a hagyományt, és nagy sikere volt, úgyhogy ezt minden évben szeretnénk megrendezni továbbra is, úgy az idei évben is. Idén szeptember 2. szombatján lesz, ha jól emlékszem. Hagyományos rendezvényünk, amit most már 6.-7. éve rendezünk meg, az anyák napja, ami mindenképpen fontos rendezvényünk, az idősek napja, amit novemberben szoktunk megrendezni, ahol a 60 év feletti időseket köszöntjük kultúrműsorral és egy szerény ajándékkal. Hagyományos rendezvényeink körülbelül ezek. Az ilyen nagy rendezvények, mint március 15, augusztus 20-a, ezekre általában a kultúrcsoportjaink felkérést kapnak, úgyhogy ilyenkor megyünk vendégszerepelni.
kik ők egyébként, akiket ennyire úgymond kíván a megye más pontja, és akiknek már vendégszerepléseik vannak. A kulturális élet milyen messzire vitte Varsát hírnevét? 5 éve alakult egy hagyományőrző tánccsoportunk, aki német táncokat táncolnak. Varsát környéki településeken léptünk eddig fel, az Ozorai várban is volt már szereplésünk. 2 éve működik egy magyar tánccsoportunk, a Turulmadár tánccsoport. Őket is nagyon sok helyre hívták, most a legközelebbi fellépésük Fürgeden lesz, a Vasgereben napokon. De augusztus 20-ára az udvari falunapokra is mind a két tánccsoport hivatalos. Bár tudni kell, hogy szinte mind a két tánccsoportnak ugyanazok a tagjai. Úgyhogy elég sok szereplésünk volt már. És terveink között szerepel a minősítőkön való megmérettetés. No. Hát ez mindenképpen sok siker természetesen. Az egykori a teleház egykori munkatársaként azért gondolom, hogy ez az a terület talán, ez a közösségi életszervezés, a kulturális élet, ami igazán önnek úgymond szívéhez kedves. Ez valóban így van? Polgármesterként is ezért tartotta fontosnak, hogy éljenek ezek a dolgok? Ezért is, meg igazából az emberekkel való foglalkozás, ami közel áll a szívemhez. A kulturális élet nagyon fontos véleményem szerint, mert ahol van egy településen ilyen aktív élet, ott minden mást könnyebb megvalósítani, ott vannak emberi kapcsolatok, ott lehet megbeszélni dolgokat. Véleményem szerint innen indul ki egy falu élete. Ezt nehéz volt mondjuk tető alá hozni, vagy arra a szintre emelni? Ugye az is utal valamire, hogy 20 éve például nem volt egy bizonyos rendezvény, újra kellett éleszteni, stb. Ezek nehéz harcok? Nem, mert igény volt rá. Igazából talán nem volt személy, aki ezt felvállalja annak ide, vagy hát ez alatt a 20 év alatt, aki ezt megszervezze. Ha van segítő az ember mellett, akkor nem nehéz. Szóval volt rá igény. A fiatalok nagyon örültek, hogy újra lesz ilyen lehetőség, mert addig nekik sem volt igazán más szórakozásuk. És egyrészt a fiatalokat a italozástól, meg szóval a rossz dolgoktól való elvonás volt a végső célunk, és sikerült, mert azóta tényleg nagyon szívesen jönnek a táncpróbákra. Akkor egy konditermet rendeztünk be nekik, amit pályázaton nyertünk annak idején, ez is most már 6-7 éve működik. Szintén egy nagyon jó elfoglaltság a számukra. Akkor alakítottunk köztük egy íjász klubot, akik bár az utóbbi időben egy kicsit visszafogottabbak, de mikor megalakultak, nagyon szép sikereket értek el. Meg a gyereknap, amit megszervezünk, nagyon aktívak ott is. Szóval igény van arra, hogy kikapcsolódást nyújtsunk nekik. Legyenek szórakozási lehetőségek is. Mi az, amit nagyon-nagyon szeret, és mi az, amit kevésbé szeret a polgármesteri teendők közül? Hát nagyon szeretek ugye emberekkel foglalkozni. Nagyon jól esik, ha sikereket tudok elérni, hogyha sikerül a falunak hozni valamit, faluban fejleszteni. Amit nem szeretek, amikor esetleg figyelmeztetni kell, vagy elmarasztalni kell valakit valamiért, szóval azt nem szeretem. Én igyekszek mindig először kérni, és utána. Ha nem sikerül első szóra, akkor sajnos muszáj esetlegesen a bírságokat, vagy bármit is végrehajtani, de tényleg ez a legutolsó, mert én úgy érzem, mindent meg lehet beszélni. Hálásak? Hát nem is ez a jó szó talán, de... Tehát az elvárható szinten, tehát megint csak ezt használom, hálásak a varsádiak, tehát hogyha történik valami, akkor azt tényleg értékelik, valóban érzi azt az ember, hogy na most tettem valamit, és ez tényleg jó, mert olyan pozitív visszajelzések jönnek, amik ebben megerősítik? Vagy egyszerűen az emberek, ugye hát sokszor halljuk, hogy a közöny az eluralkodik sok mindenkin, és esetleg elintézik egy várándítással a dolgot, és nincsenek visszajelzések. Most az igazi az lenne, azt mondhatnám, hogy,
hogy nem mindenki hálás, de szerintem, mint ahogy minden közösségben is. Vannak, akik hálásak érte, és tényleg megköszönik, és tényleg nagyon jól is esik az embernek, de vannak, akik csak azért se. Hát mondjuk ki, akik nem szeretik Önt. Így van. Nehéz ezt, ahogy az előbb utalt rá, gondolom, hogy egy konfliktust kerülő ember, vagy legalábbis kiküszöbölni inkább az előzetes lépésekkel, nehéz ezt megélni, elviselni? Az elején talán nehezebb volt. Most már megedződtem, mondjam azt. Mi erre a jó tanács, mi erre a recept? Hogy igazán figyelni kell a kritikákra is, mert a kritikák lehetnek építő jellegűek is természetesen, de mindig arra figyelek oda, hogy arra is, hogy mit mondanak, de arra is, hogy ki mondja. Uh-huh. Nem könnyű egy kis faluban. Ez biztos azért, ugye az, hogy a falu szája idézőjelbe téve, az még él ma is. Persze, hát ettől falu egy falu szerintem. Ha ez nem lenne, akkor valami elveszne ismét csak. Így van, így van. Mi volt eddig, mire volt eddig a legbüszkébb? A legbüszkébb, mint polgármester? Akkor ketté választjuk, mondjuk, mint polgármester. Mint polgármester eddig a legbüszkébb, hogy sikerült egy teljes útszakaszt utca szélességében leburkolnunk. Ez nekem egy nagy-nagy sikerélmény volt. És mint nem polgármester, amire nagyon büszke vagyok, azok a például a tánccsoport, mert a német tánccsoportot én alapítottam, és a játszóterünk, amire nagyon büszke vagyok, ott sikerült igazán a falut megmozgatni azért, hogy egy gyönyörű, faragott az ifjúsági klub tagjai nagyon sok társadalmi munkát végeztek, ott így van. És egy gyönyörű játszóteret sikerült megépítenünk, aminek a legnagyobb jutalma, vagy a legjobb érzés az volt, mikor először birtokba vették a gyerekek. Az valami hihetetlen jó érzés volt. A táncra visszatérve, hát ha Ön alapította a tánccsoportot, akkor biztos, hogy táncol is. Hát sajnos egyre kevesebbet, igen. Mikor alakult, akkor én is táncoltam velük, sőt, még nem olyan régen is. De általában én csak akkor álltam be, hogyha páratlanul voltak a táncosaink. Most úgy néz ki, hogy párosan lesznek, meg sajnos tényleg, bár az egyik hobbim tényleg a tánc, a néptánc, a családtól is elvette az időt, úgyhogy hétvégén voltak eddig, vagy vannak a próbáink, és bár a nagyobbik lányom táncol, szintén mindaként tánccsoportban, és nagyon tehetséges, de figyelemmel kísérem őket, és mint csoportvezető ugyanúgy részt veszek a munkájukba. Lehet azt mondani, hogy teljesen optimistán tekint a jövőbe, és azt szinte mondhatni, hogy természetes, hogy két év múlva, ha újra ugye eljönnek a választások, akkor nem is kérdés az, hogy indul. Véleményem szerint optimistának kell legyünk ahhoz, hogy fejlődést tudjunk elérni, mert sebeket nyalogatva nem biztos, hogy előrébb jutunk. Hogy két év múlva mi lesz ez a jövő zenéje? Én úgy érzem, még szeretnék tenni a faluért, de ezt majd a falu dönti el, hogy amit eddig tettem, az alapján megérdemlem-e, hogy újra polgármester legyek. De azért biztos érez valamit. Nem tudom, mit mondjak erre. Talán erre nem is kell válaszolni, az a lényeg, hogy úgy érzem, hogy Önöknél minden rendben van, és tényleg jó híreket hallottunk most Varsádról. Én köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hát természetesen további sok sikert kívánunk Varsádnak és Önnek is. Köszönöm szépen. A nézőknek a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.